napot mindenkinek! Önök tudták, hogy Kárpátalján létezik egy mentálhigiénisz társaság, melynek Gál Natália az egyik alapító tagja. Nati játszik a színházban, tanít a főiskolán, számos színházi nevelés programban vesz részt, és két tinédzserlány édesanyja. Ez itt a Nőidő. Tartsanak velünk! Fellépünk ma, és megkóstoljuk Kárpátalja a legfinomabb pereceit. El kell áruljam a kedves nézőknek, hogy mi osztálytársak voltunk. Együtt érettségiztünk, te voltál az osztály okostojása. Kitűnő voltál mind humán és reál tantárgyakból. Kis ujjadban volt a matematika, a földrajz, és egyszer csak úgy döntöttél, hogy színésznő leszel. Szüleim mindig azt gondolták, hogy belőlem kiváló tanár vagy kiváló orvos lesz. Ezt az álmukat sajnos nem tudtam teljesíteni, viszont voltak természetesen saját álmaim is. Akartam én lenni ügyvéd, meg légiutas kísérő, meg rendőr. Igen, arról tudok, hogy rendőr. Igen, minden áron azt szerettem volna, hogy valamilyen igazságot, vagy pedig valamilyen jó dolgot tudjak adni az embereknek. Aztán, amikor elkerültem az oroszi általános iskola után Muzsajba, ott ismerkedtem meg Vinyánszki Évike nénivel, aki a magyar tanárom volt, és lassan rá kellett jönnöm arra, hogy ahhoz, hogy én bárki és bármi tudjak lenni az életben, amire vágyom, vagy amilyen elképzeléseim vannak, ahhoz mindössze egyetlen dolgot kell megtenni, színésszé kell válni ahhoz, hogy az ember bármilyen karakterben hely tudjon állni, vagy bármilyen karakterbe bele tudjon bújni. Úgyhogy így alakult, és így kerültem majd a Kijevi Színművészeti Főiskolára. Aztán gyorsan eltelt az az emlékezetes 4 év. Szerintem minden friss diplomás úgy érzi, hogy nagy színésszé vált hirtelen. Te mit éreztél az egyetem után? Az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy az alatt a 4 év alatt, amíg az egyetemen vagyunk, a tanároknak az a feladata, és ezt is csinálták, mindenkibe azt próbálják beleplántálni, hogy mindenki egyformán fontos, és mindenki egyformán tehetséges. És egy olyan önbizalmat és olyan erőt adnak, hogy azután kikerülve a való életbe, az ember azt gondolja, hogy meg tudja váltani a világot. Aztán lehet, hogy rádöbben arra, hogy nem egészen van így, mivel hogy rengeteg tehetséges ember, rengeteg tehetséges színész van, akár Magyarországon, akár itt Kárpátalján, illetve a világ bármely pontján. És nagyon nehéz érvényesülni egy színházon belül, főleg akkor, amikor, ha megnézzük a darabokat, akkor általában férfi szerepek vannak. És a mivel férfiak sokkal szerencsésebbek. Így van, és mivel rengeteg női, tehát színésznő van a színházunkban, ezért aztán nagyon nehezen sikerült az előrelépés, úgy gondolom, mindannyiunknak. Aztán eltelik egy bizonyos idő, és az ember rájön arra, hogy sok minden mást is képes csinálni. Tehát elég kreatív az ember ahhoz, hogy kitaláljon önmaga számára is feladatokat, munkákat. Tehát ez egyfajta önmegvalósítás, amikor a saját gondolataidat, a saját érzéseidet vagy képes egy saját darabon belül megmutatni. És eltelt jó néhány év, és rádöbbentem arra, hogy itt az a pillanat, amikor ezt nekem is meg kell tenni, és így születtek meg olyan önálló projektek, amikor is a saját gondolatvilágomat próbáltam tolmácsolni az emberek felé. Az első ilyen darab egy ilyen önálló est volt, ami a szerelemről szólt. Mindenki életében nagyon fontos szerepet játszik a szerelem, úgy gondolom, és nagyon sok
okos és művelt ember, illetve tudós boncolgatta azt, hogy vajon mi is az értelme ennek az egésznek, mi az értelme a szerelemnek, és egyáltalán létezik-e. És a saját véleményemet vagy érzéseimet próbáltam ezáltal az önálló est által megmutatni. Aztán, amikor ötletgazdája voltál ennek az önálló műsornak és megcsináltad, akkor pont hogy álltál a szerelemmel? A szerelemben szerintem én soha nem voltam igazából szerencsés. Valahogy úgy gondolom, hogy mindig akkor jöttek az ilyen önálló gondolatok, amikor egészen padlón voltam, vagy nehéz időszakot éltem meg. Talán egy végig gondolva, meg belenézve a történelembe, úgy hiszem, hogy mindig akkor születtek ilyen dolgok, vagy mindig akkor születtek az emberek, a tehetséges emberek, természetesen ezt nem magamról értem, hanem igazából tehetséges emberekről, mindig akkor születtek meg valamilyen fontos dolgok, amikor az ember egy nehéz időszakot él meg, és megpróbálja ezt a fájdalmát, ezt a csalódottságát, vagy akár a boldogságát, ezt a felemelő érzést kiadni magából, megírni, vagy elénekelni, vagy eltáncolni. Ez a művészet, úgy hiszem. A következő nekem nagyon fontos a karácsony. Tehát az az ünnep, ami az igazi szeretetről szól. És többször csináltam karácsonyi műsort, amelyben néhány kollégám is részt vett. Ilyen karácsonyi dalokkal, énekekkel, karácsonyi történetekkel próbáltuk az embereket valahogy ráhangolni a karácsonyra, erre az ünnepre, a szeretetre. És úgy tapasztaltam, hogy az emberek szeretik ezt a műsort, és valamilyen felemelő érzést élnek meg, miközben és miután ezt látják. Aztán volt egy nagyon nehéz időszak az életemben, megint csak a szerelem. Szerintem neked több nehéz időszak volt az életedben. Így van, de az ember valahogy, ha képes ezekből a nehéz időszakokból tanulni valamit, vagy tapasztalni valami pozitívat, és rájönni arra, hogy ezek csak azért vannak, hogy az ember fejlődjön valahová, valamilyen jobb irányba, vagy azt tanulja meg ezekből, hogy hogyan kell újra felállni, és újra tovább haladni az élete folyamán, akkor nem voltak hiába ezek a nehéz időszakok. Pályán kezdetén mi együtt laktunk egy szolgálati lakásban, és neked volt az életedben egy nagy szerelem. Igen. Aztán egy nem tervezett áldott állapot. Igen. Nagyon korán kiderült, hogy egyedül fogod nevelni a gyerekedet. Aztán egyszer csak egy korai órában reggel, én még aludtam, te nagyon toleráns lakótárs voltál, soha nem ébresztettél fel, kivéve ezen az egy napon, mikor kiabáltál a bejárati ajtón, hogy Ildi, ketten vannak. Igen, valahogy április első napjaiban jártunk, és amikor a doktor úr azt mondta nekem, hogy itt van egy fejecske, meg itt van még egy fejecske, akkor úgy ledöbbentem, és mondtam a dokinak, hogy doktor úr, ne vicceljen, már április elsője elmúlt, és mondta, hogy nem, itt két gyerek van. És nagyon érdekes, hogy az első gondolatom az volt, hogy tehát nem a félelem, hogy mi lesz tovább, és hogyan fogom ezt a helyzetet megoldani, hanem talán akkor már megszületett az anyai ösztön, mert az jutott eszembe, hogy úristen, remélem megvan mind a kettejüknek, mindkét lábuk, meg mindkét kezük, és rendben és egészségben fognak majd a világra jönni. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes pillanat volt az életemben. Ha így visszagondolok, akkor az első év az olyan volt, mint egy ilyen álomvilág lett volna, úgy hiszem. Nehéz volt, de mégis csodálatos, és mindig arra gondoltam, hogy Uramisten, köszönöm neked azt, hogy van két kezem, és van két gyermekem, mivel hogyha több lenne, ha hárman lennének, akkor sajnos nem lenne három kezem, és nem tudnék velük mit kezdeni, de így pontosan tökéletesen elég a két kéz, a két gyermek miatt. És most így visszatekintve, mivel hogy most már 17 évesek lassan, azt hiszem, hogy jó ez így, és mindennek megvan az oka, mert mindig ott lesznek egymásnak ezek a lányok, mindig tudnak majd egymásra számítani, és ha arra gondolok, hogy más egyedülálló szülő is így neveli a gyermekét,
akkor még mindig könnyebb helyzetben vagyok, mivel ők ott vannak egymásnak. Tehát nem egyedül van a gyermek, hanem ott vannak ketten, és együtt tudnak játszani, és együtt egymástól tudnak tanulni, és itt sokkal könnyebb, mint hogyha egy gyermek lenne. Csodának tartottad azt, hogy a születésnapodon születtek az ikreid? Most nem azt mondom, hogy ez egy jel, de nagyon szép dolog, és egy ajándék. Emlékszem, hogy ugye minden anya, vagy minden szülő gondolkodik azon, hogy hogyan nevezel a gyermekeit, és az egyiknek megvolt a neve Petra. Másiknak viszont több nevet szántam, és amikor a kórházban megkérdezte a nővérke, hogy akkor mondjam már meg, hogy melyik gyereknek mi lesz a neve, és akkor találtam ki, illetve akkor tudatosult bennem, hogy akkor az első szülött kislányom az Dóra lesz, és majd utólag olvastam el, hogy a Dórának a jelentése az Isten ajándéka. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog. Volt egy időszak, amikor úgy döntöttél, hogy Magyarországra költözöl. Mi húzott vissza Kárpátaljára, vagy épp mi az, ami ott nem működött? Szerintem, hogyha egy párkapcsolat nem működik, akkor az embernek ezt be kell látnia, és el kell fogadnia azt, hogy nem szabad benne maradni egy olyan kapcsolatban, ami nem egészséges sem az egyik fél számára, sem a másik fél számára, sem pedig a gyermekek számára. Úgyhogy igazából nem az húzott vissza, hogy engem ide kötnek a gyökereim, illetve itt van a munkám, vagy pedig ahogyan azelőtt is és a mai napig is azt mondom, hogy Kárpátalján szükség van azokra az emberekre, akik tudnak valamit tenni azért, hogy ez a vidék ez megmaradjon magyarnak. Természetesen ez nagyon fontos, de elsősorban az volt a feladat, vagy az volt az első gondolatom, hogy ha nem működik az én magánéletem ott, akkor viszont vissza kell jönnöm. És így jöttem vissza a gyermekeimmel. Felvételiztél a főiskola a mentálhigiénis szakára. Ez épp abban az időben volt, amikor megint csak nehéz magánéleti gondjaim voltak. Tehát úgy akkor érted, hogy kell vissza egy külső segítség? Igen. Vagy? Akkor azt éreztem, hogy nekem nagyon-nagyon szükségem van valamilyen segítségre. Nálunk még nagyon nem elfogadott az, hogy az ember, ha nehéz időszakot él meg, akkor szakemberhez forduljon, és nekem akkor abban a pillanatban pont jókor jött ez a szakképzési lehetőség, és az első okom az volt, hogy szükségem van segítségre, és aztán útközben rájöttem arra, hogy ez ennél sokkal több. Mert képes vagyok ezáltal a tudás által másoknak is segíteni. Nehezen megérkeztünk a Perec Fesztiválra. Igen. A segítségeddel. Jó napot kívánok! Hú, mennyi sok finomság! Melyiket kóstoljuk meg, az melyik milyen? Minden, mert van szezámmagos, van könyénymagos, van édes, és van sós. Én inkább a sósakat szeretem, úgyhogy én kérek egy nati édeset. Nem, inkább sósat mindenképpen. Kérünk mindenből egyet, és megkóstoljuk. Rendben, legyen így. Köszönjük szépen! Volt egy másik nagyon nagy élményünk, amikor készítettem velük egy olyan előadást, ami a férfinő kapcsolatot boncolgatta. Miért pont ezt a témát választottad? Mert úgy éreztem, hogy már elég nagyok ahhoz, hogy megpróbáljam megérteni és meghallgatni azt, hogy ők hogyan gondolják a férfinő kapcsolatot. Ezáltal egy picit megpróbáltad megfejteni a férfiakat is? Azt nem igazán. Inkább kíváncsi voltam arra, hogy ők hogyan látják. Meg pont egy olyan időszak volt az életükben, amikor ez igazán fontos volt számukra.
és úgy éreztem, hogy egy olyan darabnak kell megszületni, ahol ezt megpróbálják ők is valamilyen módon megfejteni, vagy átadni a nézőnek. Volt egy olyan blokk az előadásban, ami az erotikáról szól, a testi dolgokról. És ahogy az elején nagyon visszafogottan és nagyon óvatosan nyúltak a témához, és teljesen ki voltak bukva, hogy ezt hogyan lehet megmutatni a színpadon. Aztán a végén nagyon fellazultak, és nagyon ügyesen belevitték mindazt, amit ők ezzel kapcsolatban éreznek, vagy tapasztalnak. Aztán záró előadásként egy olyan témát hoztam számukra, ami azt hiszem, hogy a mai világban nagyon gyakori és nagyon problémát jelent, és nagyon jelen van nem csak más országokban, de itt Kárpátalján is. Ez az Augusztus Oklahomában című darab, ahol mindegyik karakternek megvan a saját, lehet azt mondani, mentális problémája, de ez már valamilyen szinten kapcsolódik a mentálhigién és képzéshez, amiben ugye részt vettem. Itt felnőtt emberekről van szó ezen a darabon belül. Az egyik alkoholfüggő, a másik drogfüggő, a harmadiknak széthult a családja, a negyedik tinédzser is keresi önmagát, és butaságokba mászik bele. És azt tapasztaltam, hogy a diákok ezt nagyon önmagukévá tudták tenni. Tehát képesek voltak ezeket a karaktereket megformálni, mert érzik azt, hogy ez mennyire hatalmas probléma itt, akár nálunk is. Alapítottatok egy mentálhigiénisz társaságot. Így van. Mit tudhatunk erről a társaságról? Hogyan lehet őket elérni? Ugyebár a mentálhigiénia az egy lélekmentő szolgálat. Lehet vagy ezt egy... mondani, így van. Tehát 2 évvel ezelőtt alakult a társaság, az egyik alapítótag vagyok, illetve a kulturális programokért felelős alelnök. Rengeteg olyan projektet hozunk létre, ami segít az itteni, nem is azt mondanám, hogy problémák megoldásán, mert ugye a gazdasági helyzeten, meg a társadalmi problémákon nem tudunk változtatni. Viszont olyan prevenciós programokat vagyunk képesek létrehozni, amikor is felkészítjük például a kicsin gyermeket, aki a 3. osztályból átkerül a 4. És ez egy krízis időszakot élő egyed, és nagyon nehéz neki ezt átlépni. Vagy tinédzserkorban rengeteg probléma van, és ott is tudunk segíteni. Meg ami egy hatalmas problémát jelent az utóbbi években, az, hogy nagyon sok szülő elmegy Kárpátaljáról dolgozni, hol az egyik, hol a másik, és egy felmérést végeztünk, és az derült ki, hogy több mint 50%-a a gyermekeknek úgy van idehaza, hogy vagy az anyukája, vagy az apukája, vagy mind a kettő külföldön dolgozik. Nem tudod, hogy... És ez nagyon nehéz. Nehéz pótolni az apát egy ez szemében. Ez nagyon nehéz, de a gyermeknek is nagyon nehéz megélnie ezt az időszakot. Neki a legnehezebb. És éppen ezért vannak olyan projektek, amiben próbálunk segíteni ezeknek a gyermekeknek, feldolgozni, segítséget nyújtani, hogy be tudjanak illeszkedni, hogy teljes értékűnek legyenek képesek önmagukat érezni, hogy értékesek legyenek. Úgyhogy ezért jó az a társaság, mert rengeteg embernek tudunk segíteni, és most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Magánemberként meg lehet titeket keresni? Természetesen van e-mail címünk, vagy akár az irodánkba is be lehet jönni. Mentálhigiénének mennyire van köze a vallásossághoz? Mert ugyebár a legismertebb mentálhigiénész az Pál Ferenc római katolikus pap. Nagyon fontos a hit. Az, hogy higgyünk valamiben. Tehát mindenkinek el kell dönteni az életében azt, hogy miben hisz, hogy hisz-e abban, hogy van valami odafönt, ami irányít, aki segít, aki gondunkat viseli, vagy pedig csak önmagában bízik. És hogyha nincs meg a hit, akkor úgy hiszem, az embernek nincs miért élnie. Téged a Jóisten sok nehéz pillanaton átlendített? Igen. Igen, és mindig azt mondom, hogy az ember az képes a fejlődésre. Azért vagyunk emberek, mert erre vagyunk hivatottak, hogy fejlődjünk, hogy tartsunk önreflexiót, és mindig képesek legyünk tükörbe nézni, és meglátni a saját gyengeségeinket, saját hibáinkat. És a fejlődés az egy életen át képes mellettünk erőt adni és haladni velünk.
És éppen ezért minden olyan nehézség, vagy minden olyan pillanat, amikor padlón vagyunk, vagy elgondolkodunk azon, hogy hogyan tovább, ez mind abban segít, hogy az ember fejlődjön. És amikor felteszik azt a kérdést, hogy tettem-e, vagy tettem volna másat, vagy másképpen, mint amit tettem, akkor azt szoktam mondani, hogy azokon a dolgokon nem léptem volna keresztül, vagy nem éltem volna meg ezeket a nehézségeket, akkor nem az lennék, aki most vagyok. Akkor teljesen máshol lennék, úgy hiszem. Ezért aztán úgy gondolom, hogy úgy van jól, ahogy van. Mert így lettem az, aki vagyok. Mi az, amitől a legjobban szeretnéd megmenteni a gyerekeidet? A csalódástól. Mert hogyha aranytálcán kínálunk oda mindent a gyermekünknek, akkor nem fog tudni megbirkózni a nehézségekkel. Ezért aztán hiába szeretném megvédeni őket a csalódástól. Ez az életrendje, muszáj, hogy csalódjanak ahhoz, hogy fel tudják majd ezt dolgozni, és újult erővel tudjanak majd tovább haladni a saját útjukon. Olyan társadalomban élünk, ahol nagyon nagy a megfelelési vágy. Te bele szoktál ebbe csúszni néha? Szerintem egy kor után nem. Inkább szülőként azt érzem nagyon gyakran, és ez egy nagyon helytelen dolog, és ezen természetesen még van mit fejlődni, hogy elvárásaink vannak a gyermekeinkkel szemben. Most mivel ugye dolgozom diákokkal, a szakirodalom azt mondja, hogy sokkal könnyebb más gyermekeit nevelni, és más gyermekeinek utat mutatni, mint a sajátunknak. Odahaza az ember, hogyha jó mintát és jó példát mutat a gyermekének, nem pedig leírja a szabályokat és a törvényeket, akkor a gyermek jó irányba fog haladni. Tehát az az igazán jó szülői nevelési módszer, amikor példát mutatsz, amikor egy mintát kap a gyermek, nem pedig szabályokat. Most én nagyon gyakran azt érzem, hogy ebben még vannak ilyen problémák, mert vannak elvárásaim a gyerekeimmel szemben, és most pont abban a korban vannak, amikor tinédzserek, és hát nehéz nekik is velem, meg nekem is velük. Van egy nagyon érdekes interneten forgó kép, amikor is egy Tyrannosaurus Rex kétféleképpen van ábrázolva, és azt a gyermekem átküldte nekem, és nagyot nevettem, de tökéletesen igaza van. Az első képen egy nagyon aranyos, mosolygós dinoszaurusz egy csomó gyerek társaságában, és oda van fölé írva, hogy édesanyám a barátnőimmel. És a másik az pedig, amikor a dinoszaurusz kimereszti a körmeit, meg a fogait, és ordít szanaszét, és akkor oda pedig az van írva, hogy és édesanyám velünk, vagy velem. Na hát körülbelül ezt nagyon gyakran tapasztalom magamon, úgyhogy van mit fejlődni. De hát ez van, az ember nem úgy születik meg, hogy rögtön tudja, hogy hogyan kell nevelni, főleg nem a sajátjait, úgyhogy majd tanulunk, még mindig tanulunk. És hogyan látod magad 5-10 év múlva? Ugyanolyan hülyén, aki az óvodásoknak bolondozik, illetve aki a tinédzsereknek elmondja, hogy a szerelem az szép dolog, illetve azt, hogy csalódni normális, és túl kell ezen lendülni, illetve azt, hogy nagyon nehéz a szülő-gyermek kapcsolat, és meg kell érteni őt is, meg természetesen a tinédzsernek önmagának is egy kicsikét be kellene látni dolgokat. Tehát, hogy ugyanígy. Beszéltünk csalódásról, színházról, oktatásról. A férfi hiányzik az életedben? Az utóbbi 4 évben, vagy 3,5 évben nagyon sokat dolgozom, rettenetesen lekötöm magam, és erre nem szoktam gondolni. És a másik dolog, hogy ugye a lányaim már 17 évesek, és mindig az volt bennem, hogy amíg ők meg nem nőlnek, addig félek egy olyan embert behozni a családba, aki nem az ő édesapjuk, mert attól félek, hogy nem fogja őket úgy szeretni. Tehát ez mindig ott volt bennem, vagy nem fogja tudni őket úgy elfogadni. Hogy hiányzik-e? Természetesen hiányzik. Amikor az ember megfárad, amikor az embernek a hétköznapok egy kicsikét úgy megfárasztják a lelkét, akkor hiányzik. De úgy hiszem, hogy mindennek megvan az ideje. Úgyhogy ha a Jóisten úgy rendeli, hogy majd jön számomra is valaki, akkor majd jön. De nem teszek meg mindent azért, hogy most legyen mellettem valaki. Inkább csinálom azt a feladatot, amit úgy érzek, hogy számomra rendeltetett. Hát azért én kívánok neked egy jó férjet. Köszönöm szépen.
Uraim, ne feledjék, éljenek a nők!